Sziasztok! A mai kétvonalas vendége Szilágyi Levente, a Hoki Klub Budapest német női ligában szereplő csapatának vezetőedzője, kétszeres magyar bajnok jégkorongozó, aki az FTC-ben mutatkozott be a MOL ligában, majd 6 szezonon keresztül a DVTK Jeges Medvék színeiben játszott, végül a szép emlékű DHK-ban fejezte be pályafutását lassan immár 8 éve. Utolsó 2 évében már média menedzser és csapatvezetői feladatokat is ellátott, de a következő szezontól a KMH női csapatának lett vezetőedzője és a magyar válogatott csapatvezetője. Sokak megelégedésére. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy azóta is mindkét feladatot ellátod. Szia Levente, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Szia, én először arról szeretnélek faggatni, hogy a meghívásod apropója az nem más, mint hogy a HKB idén a német női bajnokságban vitézkedik, de mindenekelőtt egy kicsit téged mutatnánk be, vagy ismernénk meg mi is, hogy keveredtél te a jégkorong közelébe, hogy kerültél kapcsolatba a jégkoronggal. Apukám nagy szerelmese volt a jégkorongnak, ő Szovjetunióban, akkori Leningrádban tanult hidrológiai mérnöknek. Ő volt a vízügyi igazgató, most idén ment nyugdíjba, és minden sportot kipróbált, kivéve a jégkorongot, ott a Szovjetunióban, amatőr szinten, ott párszor fölment korikázni, úgyhogy ő szerette volna, hogy a gyerekei, én és a húgom is hokisok legyünk, ha már ő az nem lehetett. Úgyhogy úgy kezdődött a jégkorong pályafutásom, hogy Már sajnos elhunyt Pap Gábor Csuha vette fel a kapcsolatot akkor még ilyen fórumokon az interneten, hogy kinek van meg valamilyen világbajnoki mérkőzése. És akkor így kötődött össze, elkezdtek beszélgetni, megkapta a kazettát, és akkor mondta, hogy neki a fia az jégkorongozik, és hogy miért nem próbáljuk ki mi is. És akkor lementünk, megnéztünk egy edzést, és utána akkor még Mac Népstadion csapatába kezdtem el jégkorongozni Szongor Kristófnál, és még a nyitott kis stadionba, 98-ba. És ott lényegében végigmentem az egész utánpótlás ranglétrán, még a Mac OB2-be is játszottam, felnőtt szinten, 15 évesen, és utána elkezdtem edzeni a Ferencvárosnak a csapatába, először csak edzettem, de U18-ban még a Macba játszottam, játszottam 2 szezont a Dunai Város U20 csapatába, 2-es játékengedéllyel, és ahogy el is mondtátok, a Ferencvárosban mutatkoztam be 17 évesen a MOL ligában. El lehet mondani, hogy a felnőtt pályafutásom alatt a MOL ligának az elejétől a végéig játszottam, mert amikor Debrecenben már vezetőként még 2 meccsre kiszaladtam, akkor az volt az utolsó Móliga év, mert onnantól számítjuk Erste ligának. Válogatott szinten egy U20-as világbajnokságon játszottam, a divízió 2A-s vagy 2B-s, nem emlékszem már, debreceni világbajnokságon. Hivatalosan D2-ként szerepelt az. D2, igen. A debreceni D2 világbajnokságon, ahol sajnos nem sikerült visszajutni, és ezüstérmet szereztünk. Közel 400 Móliga mérkőzésen játszottam felnőtt szinten, felnőtt válogatottba sajnos nem tudtam bemutatkozni, így most vezetőként próbálom ezt a feladatot ellátni, már lassan szerintem idén már 120 meccs meg lesz. Itt egy picit hagy akassza meg a beszélgetést rögtön az elején, az a DHK-ba vezetőként 2 meccsre kiszaladtam, ez rövid volt a pad, vagy mi történt? Mesélj el. Nem, hát amikor a Debrecen megkeresett, akkor úgy kerestek meg, hogy játékos vagy vezető. És akkor még volt hátra a mesterképzésemből még 1 év Miskolcon, mert gazdálkodás menedzsment szakon végeztem a játék mellett, BST szakirányon, utána a logisztikai menedzserként mesterem. És akkor nyilván akkor már a DVTK-nál marketing menedzserként dolgoztam fönn az irodába, de megkeresett a Debrecen, hogy nem akarok-e még játszani, vagy ha nem, akkor lehetnék csapatvezető. És akkor átmentem oda, aztán Muhin mesterrel kezdtük a szezont, ami nem volt túl sikeres, és a játékosoknak is kicsit elege volt az edzésmódszerűvel. Utána Jason Morgant neveztük ki, akivel már Miskolcon együtt dolgoztam játékosként is egy kicsit, mert pár edzésünkre följött, amíg más volt a vezetőedző. Utána
vezetőként, meg már akkor ő volt a vezetőedző, amikor én megsérültem, és felkerültem az irodába. És opciós edzésekre följártam, hogy legyen létszám, mert az akkor általában 20-ból lett 8, meg 6, hogy párosan legyenek, illetve az U20-es csapattal edzettem, hogy valamennyire úgy a versenysúlyt meg a formát tartsam a leterhelt munkai dolgok mellett, és ahogy mondjátok, tehát rövid volt a pad, sok volt a sérülés, és a Jason megkérdezte egy pár edzés után, hogy nem szeretnék egy kicsit komolyabban edzeni, és ilyen elég érdekes sztori volt, mert minden reggel úgy kezdtük, hogy tudsz ma jégre jönni? Nem, mert ma fizetésosztás van, azt kell számolni. Nem, mert ma megyek a bevándorlásiba még hiánypótolni. Tehát ilyen elég kaotikus volt a helyzet, és akkor pont egy székely túra előtt volt az, hogy már egy hónapja úgy, ahogy már rendesen edzettem, és akkor mondta, hogy most lett két betegség, és akkor el kéne jönni. Hát nyilván csapatvezetőként amúgy is utaztam, de hogy akkor kellene játszani. Úgyhogy még ott a székely túrán játszottam egyet a Galac és a Csíkszered ellen, utána elég volt. Tehát már amikor a playoffba jött a Mac, akkor a Mogyi kérdezte is, hogy játszol ma is? Mondtam, nem, én már csak leadom a nevezést, és akkor innentől megyek föl a helyemre. Öltözön belül is ment az Rika? Nem feltétlenül, mert én számoltam a bónuszokat, de egyébként jól fogadták a srácok. Hát ugye nagyon sokkal együtt játszottam korábban is, úgyhogy azért tisztában voltak vele, hogy azt a egyszerű feladatot, ami úgymond ez a chip it out, chip it in, megnyerni a bulit, gyors letámadás, erre még talán képes vagyok. Említetted az U20-as válogatottban, hogy többször jégre léptél, vagy az N6-i 2-es VB-n. Az nem magától értetődő, hogy egy U20-as magyar válogatott játékos felnőtt válogatottban is be tud mutatkozni? Neked ez miért nem sikerült? Nem feltétlenül. Én nem gondolom azt, hogy én olyan baromi tehetséges játékos voltam. Én mindig taktikailag fegyelmezett voltam, jól védekeztem, keményen dolgoztam, tehát én védekező center pozícióm volt lényegében, ami sajnos, vagy nem sajnos, erre volt elég. De én világéletemben tudtam, hogy én sanszosan nem a jégkorongból fogok megélni, tehát az, hogy én ezt a 400 meccset úgy, hogy lényegében még annó a Mac, azt konkrétan kimentünk, és bucira vertek minket minden meccsen, ott nyitott pályáról 10 év alatt. Uh-huh. Erre a szintre eljutottam, úgyhogy teljesen meg vagyok elégedve a pályafutásommal. Uh-huh. Egy dolgot akartam, még ki akartam magam próbálni külföldön, az, hogy most az a dél-afrikai liga, vagy a török, vagy az új-zéland, ez teljesen mindegy, csak hogy valami légiós dolog is legyen az elite prospektem. Pont amikor eltört a lábam, és már úgymond fölzavartak az irodába, hogy akkor a marketing részt csináljam, és hozzam rendbe a viszonyt a női kosárlabdával és a labdarúgással ott a DVTK szinten, akkor jött a Új-Zélandról az ajánlat, meg körbeírtam a sérülés alatt csapatoknak, és már 2 nappal előtte aláírtam a szerződést, úgyhogy mondtam, hogy köszönöm a lehetőséget, de akkor ez most kimarad. Akkor tulajdonképpen neked köszönhető az, hogy 2000 mikortól, 15-től DVTK jeges medvék és nem Miskolci jeges medvék? Az már korábban volt, tehát akkor abban a szezonban sérültem meg, amikor megtörtént ez a fúzió. Csak ott az akkori marketing menedzser az nagyon ez a Miskolci jeges medvék ősmagos történet volt, aki nyilván ott a DVTK-val nem volt olyan a viszony, és nem is nagyon próbált nyitni, és ez volt igazából a fő feladatom, hogy összehozzam a két csapatot, vagy a két szakágat egymással, ami elég jól sikerült. Focisok is jöttek meccsre, a kosárlabdázók is jöttek meccsre, mi is jártunk, kaptunk jegyeket, illetve még ott a Nemzeti Színházzal csináltam még egy ilyen kapcsolatot, hogy jöttek színészek, és akkor mi is kaptunk jegyeket, hogyha játékosok szerettek volna színházba menni, úgyhogy ez így tök jól nézett ki, és akkor így egymást tudtuk hirdetni a különböző fórumokon.
És akkor tulajdonképpen a kérdés úgy szólna, hogy miért akasztottad szögre ilyen fiatalon a korcsolyát, akkor igazából ez a sérülés, és az, hogy nem érezted, hogy még van benned 3, 4, 5, 8 év? Abba az időben, főleg ilyen harmadik, negyedik soros játékosok, amit én játszottam, nem volt benne akkora pénz. Tehát arra tökéletes volt, hogy én egy államilag finanszírozott egyetem mellett egy másik városban, mert budapesti vagyok, tehát Miskolcon el tudjak végezni egy-két diplomát, és ne kelljen otthonról pénzt kérnem. Tehát lakhatás meg volt oldva, kaja meg volt oldva, de ha még hokiztam volna pár évet, tehát amikor ott, akkor még, ha jól emlékszem, még a Greg Lindquist volt a Fradi edzője is, talán, amikor megsérültem, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, ő is hívott, hogy menjek oda játszani hozzá, de nem éreztem azt, hogy ebből most nekem házam, kutyám, családom, bármim lesz anyagilag. Úgyhogy úgy tekintettem magamra mindig, mint egy student athlete lényegében, hogy igazából sportolok, de az iskola az első. Bocsánat, még egy kérdés ide, hogy mondod, hogy harmadik, negyedik soros védekező center, ehhez képest mondjuk ezen az említett világbajnokságon 5 mérkőzésen 13 pontot kalapáltál bele a közösbe. Tehát, hogy addig fiatalon, tehát 16-18 éves az Elite Prospects adatok alapján, azért még ott bőven pont per meccs átlag fölött voltál. Megváltozott a pozíciód, meg a feladatod, ahogy a felnőttbe kerültél? Igen, mint mondtam, ugye a MAC-ba ott általában az volt, hogy egy-két csapattal mondjuk pariba voltunk, és akkor ott egyszer egyik nyert, egyszer a másik, de általában mondjuk egy Fehérvártól, egy akkori Dunai várostól mondjuk kikaptunk 7-8-9-2-3-ra. Abból volt két gólom, egy gólpasszom. Tehát, hogy ott nyilván ott egy gyenge csapatban én voltam úgymond a húzójátékos, még egy-két társal, akik úgy tudtak valamit csinálni, a többiek meg szerettek okizni. Tehát ott azért nyilván egy gyengébb csapatból, meg amit mondod, ott olyan szempontban egyszerű, hogyha 40 percet jégen vagy, és ketten-hárman meg tudják neked játszani a korongot, abból azért történik valami. A világbajnokságon meg azért ott volt nekünk, Kína ellen voltam a meccs legjobbja, ott 21-re nyertünk. Hát, hogy ott azért most megnézed mondjuk azt hiszem a legjobb játékos, a Somogyi Balázs volt, neki szerintem volt vagy 40 pontja azon a világbajnokságon. Tehát ott se feltétlenül az volt a szerepem, hogy én most gólokat szerezzek, mérkőzéseket döntsek el, hanem hogy blokkoljak, kiusson a korong, jó legyen a letámadás, tehát mindenki, amiben jó. Amikor meg felnőttbe kerültem, ott meg értelemszerűen fiatalként, nem feltétlenül a legpozitívabb Ferencvárosi keretbe, az emberi oldalról, ott meg az, hogy most 17 évesként játszál, ott fel kell vállalni egy szerepet, amiben viszont jó voltam, hogy taktikailag fegyelmezetten játszottam, megtanultam úgymond védekezni, és az egyszerű dolgokat elvégezni. És értelemszerűen itt már a Miskolci években a vége felé, hogyha több rizikót vállaltam volna be, és nem a csapatot helyezem előtérbe, hanem inkább megpróbálom megoldani, vagy támadóban játszom, akkor lehet, hogy picit egy többet kerestem volna, mert több a pont, magasabb polcra kerülök, vagy nem tudom, hogy mondjam, de inkább voltam jó, tehát nekem ott azért az egyetemet mindenképp szerettem volna befejezni. És inkább úgy voltam vele, hogy leszek egy taktikailag fegyelmezett játékos, aki mondjuk emberhátrányban jól védekezik, megcsinálja úgymond a... Nem tudom, mennyire lehet káromkodni, de a rossz melót, ami fáj, az egy-az-egyes párharcokba belemenni, ami fáj, kijuttatni a korongot, F1-be neki menni a hátvédnek, aki mondjuk akkori Nové Zámkiba egy olyan 35 kilóval és 35 centivel magasabb, mint én, tehát a csanszos, hogy kinyírnak, kiuttatni a korongot, tehát az egyszerű olyan dolgok, amik úgymond segítik a csapatot, de mondjuk a pontokban annyira nem látszik.
ezzel a taktikailag fegyelmezett felfogással hogy jött a gondolat, hogy te női edző legyél? Mert én a lányokról azt gondolnám, hogy ők azért annyira nem fegyelmezettek és taktika követőek, hanem őket el tudja vinni az érzelem. Egyébként ez nem teljesen igaz. Az a része igaz, hogy az érzelem el tudja őket vinni, de az elmúlt években nagyon sokat fejlődött a női jégkorong. Remélem, hogy az én hatásomra is, de baromira szép hokit játszik a csapatunk, és tényleg, tehát nagyon komoly, van egy 35 oldalas playbookunk, aminek a 90%-át tudják és alkalmazzák, ami a sikerünk egyik titka. A másik visszatérve egy kicsit, hogy jött a női jégkorong. Én amikor még játszottam a Fradiba, 17 évesen, pici plusz pénzért besegítettem a húgom Szilágyi Rékáéknak a csapatába, akkor ez a Justícia volt, a Palotás István kérte a segítségemet, akkor utána voltál MTK Meteor, aztán Fradi, tehát hogy így egy éven belül, vagy három éven belül három különböző helyen versenyeztek az akkori női bajnokságba, ez volt így a legeleje, és amikor a Debrecen már nem tudtunk elindulni már az Erste Ligába, akkor először fel akarták ajánlani az irodai pozíciót, de azt mondtam, hogy ezt kihagynám, mert nem tudom, mi van a wardrobba, úgyhogy ezt ott nem szeretném megnézni. És akkor Jason mellett lettem másodedző az U20-ba, az osztrák bajnokságba, illetve a magyarba, és az U18-es csapatnak a vezetőedzője. Tehát volt edzői papírom, egy B-licenszet megcsináltam pályafutásom alatt, de megmondom őszintén, akkori fejjel soha nem akartam edző lenni. Tehát inkább ez a sportvezetés történet volt, amit érdekelt. Ugye a diplomákból is kiindulva, aztán utána egész kezdtem megszeretni, meg összerakni a nyári felkészülést, meg az edzéseket tervezni, a Jason-tól nagyon sokat tanultam, és baromira megtetszett. Aztán ez volt 9 éve körülbelül, és akkor összejöttem a akkori barátnőm, már most már ex-barátnőm, a feleségem, válogatott jégkorongozó Horváth Tiffany, most már Szilágyi, és 2 hónapig mondta, hogy de hát most nem az van Debrecenben, amit ígértek, most miért vársz, mire vársz, gyere vissza Pestre, pont keressünk Mika Várele mellé másodedzőt, mert elment az akkori másodedzője. Én meg így mondtam, hogy de jó, de most nőiben, most tényleg, tehát most mit fogok én ott csinálni? És akkor, de nyilván, tehát nekem az volt a viszonyítási alap, ami volt nekem 10 évvel ezelőtt a húgoméknál, tehát mondom, hogy most tényleg ez van, és akkor ezt miért? És akkor addig nyüstöltem, még el nem küldtem az önéletrajzomat, utána fölhívtak, találkoztam a Reisinger Gáborral, és akkor még a Németh Viktor volt a GM, velük beszélgettünk egy jó 2 órát, utána mondtam, hogy szeretnék egy hétig gondolkozni, mert hogyha én valamit elkezdek, akkor azt szeretném hosszú távon csinálni, szeretek projektekbe gondolkozni, és akkor elkezdtük a szezont. Akkor még csak egy kis pontosítás, amit az elején mondtál, Ati, hogy másodedzőnek jöttem az LVH-ba, és a második csapatnak, a Debelnek voltam a vezetőedzője. És akkor elkezdtük Mikával a közös munkát, és igazából annyira megszerettem, és annyira jó hatással voltunk egymásra a lányokkal, meg a csapattal, hogy az év végén kaptam ajánlatot máshonnan, de mondtam, hogy én őket nem hagyom itt. Tehát mondtam, hogy szerintem egy baromi jó projektet csinálunk, nagyon sok potenciált látok benne, és ebbe szeretnék dolgozni. És ez már a 8. éve. Itt is szépen lépkedtem a rangrétre, a 2. éve vagyok vezetőedző, előtte másodedző, illetve az osztrák másodosztályú csapatnak voltam a vezetőedzője, meg egészen a VDT, Women Development Program, ez a piciknek tartottam skill edzéseket, jártam velük tornára, az U25, AB, ami volt versenyrendszerben, abban mindegyikben megfordultam női szinten. Egy ilyen álláshalmozónak tűnsz.
hogy tudod ezt mind összeegyeztetni, mert ugye női csapat vezetőedzője vagy, a felnőtt férfi válogatott csapat vezetője, amit majd később kimondtunk, mert nem tudjuk, hogy ez mi igazából. És ha jól tudjuk, van civil foglalkozásod is, emellett család, ha jól tudjuk, két gyermeket neveltek. Nálad nem 24 óra, egy nap? Örülnék, hogyha 72 lenne, megmondom őszintén, de ha már logisztikus vagyok, akkor használom. Ja. rendszerekben működök, és próbálom optimalizálni ezeket a rendszereket, hogy mindenre legyen idő. Tehát baromi sok tervezés, baromi sok beszélgetés itthon, hogy lehet logisztikázni. Most megmondom őszintén, a második gyermek, ő 11 hónapos, a nagyobb az 4 éves, azért ő megzavarta a bioritmusomat kőkeményen. Térjünk rá egy picit a klubra. KMH, vagyis már HKB. Kicsit mutasd be, kérlek, a klubot, hiszen párhuzamosan futó nevek mellett történt azért a női jégkorong mellett, itt volt férfi, Erste Ligás csapat is, indítottatok egyetemi bajnokságban, európai egyetemi bajnokságban is csapatot. Szóval mit érdemes tudni erről a kanadai magyar hokiklubról, vagy hokiklub Budapest, először ezt tegyük tisztába? Nehezet kérdeztél, mert a férfi szakággal kapcsolatban, ha minden igaz, akkor Dragosport Skorpióként indult az egyesület 2007-ben. És utána, hogy onnan mikor lett KMH, meg előtte volt a Budai Bocsok, ezt a részét, megmondom őszintén, nem vagyok vele teljesen tisztában. Tehát a női szakággal igen, a férfivel annyira nem. Tehát az, hogy most KMH meg HKB, tehát itt most a névcsere miatt az igazából egy és ugyanaz a kettő. A női szakágról tudok bővebben beszélni. 2012-ben indítottuk a speciális női programunkat, amiben én 17 novemberében csatlakoztam bele. Ott lényegében elkezdték az akkori vezetőség, vagy hát igazából a mostani vezetőség is a profi női jégkorongot fejleszteni, illetve bepróbálták profi szintre hozni, és elindultak a osztrák LVHL bajnokságba. Az osztrák bajnokságot azt az elmúlt 6 évből 5-ször megnyertük egymás után. Az LVHL szuperkupát, ahol német csapatok is, néha svájci csapat is csatlakozott, 4-szer nyertük meg, és 2015 óta az OB1-es bajnokságot 2020-21-es szezon kivételével folyamatosan megnyertük az elmúlt időszakban. Fokozatosan fejlődött a csapat, tehát úgy gondolom, hogy most ez a váltás, ami megtörtént, hogy elmentünk a német bajnokságba, ez körülbelül akkora lépés a női jégkorunk számára, mint amikor mondjuk 10 éve elkezdték fizetni a lányokat azért, hogy hokizzanak. Egy kicsit ezt tegyük tisztában, én legalábbis, aki nem követem napi szinten a női hokit, hogy most ez a Debel, az EVHL, a magyar bajnokság, melyik eredmény hova számít be, mibe számít be, hogy kell ezt nézni? Az EVHL, az osztrák bázisú európai liga. Van benne olasz csapat, van benne szlovák csapat, most van két magyar, osztrák csapatok értelemszerűen, kazak csapat is van, olasz, ezt lehet, hogy már mondtam, és különböző országokból, ahol vannak profi csapatok, egy évben dán csapat is volt, azokat próbálják berántani ebbe a nemzetközi ligába. A OB1, ott 4 csapat szerepel, 4 magyar csapat, lényegében a 4 budapesti csapat. A női hokiba ezen kívül van U25A bajnokság, U25B, meg szerintem már U25C is, ahol most már vidéki női csapatok is annyi lány van, hogy már tudnak csapatokat indítani, úgyhogy már a versenyrendszer, illetve a csapatok játékosok száma drasztikusan növekszik évről évre, ami nyilván nagy segítség a jövőre nézve. Az EVHL-ben most szerintem idén 11 csapat van megint. Igen, mert visszajött a Bécs. És
ezzel kapcsolatban mi a kérdés? Tehát, hogy ez egy nemzetközi liga, több országnak a csapatai vannak, bocsánat, a lengyel válogatott is Silenzia néven elindul ebbe a bajnokságba, úgyhogy egy egész jó nemzetközi, ilyen közép-európai liga lényegében. Erős sorrend szerint mit kell tudni? Tehát, hogy az OB1, az osztrák bajnokság, az LVHL és a német, gondolom én, hogy ez a sorrend, de hogy ezt hogy helyezzük el térben erős sorrend szerint? Mondjuk erős sorrendben úgy helyezzük el most, amiben mi bármilyen szervezeti szinten szereplünk, hogy a német a legerősebb, az LVHL van alatta, utána van az OB1, és akkor utána van lejjebb a Debel, U25A, U25B, és így megyünk szépen lefelé. Most Európa szinten úgy gondolom, hogy ez a német bajnokság, szerintem az orosz a legerősebb, utána a svéd, utána a finn, utána a német, utána vagy a svájci, vagy az LVHL, és akkor onnantól meg lefelé a többi. Nekem van egy olyan érzésem a női hokival kapcsolatban, hogy jobban fejlődik most, mint a férfi szakágunk. Gyorsabban lépkednek előre, de hogy ez azért van, mert hogy a srácok már előrébb tartanak, és ott nehezebb előre lépni, új följebb lépni, vagy hogy a lányok nagyon jók. Az egyikbe is egyetértek, illetve a másikba is. Tehát most az elmúlt 5-10 évben a női hoki drasztikusan fejlődött. Tehát már azt mondom, hogy mint amikor idejöttem 8 éve, ahhoz képest is már teljesen más a játék. Sokkal gyorsabb lett, ez mondjuk a sérülések számából is látszik sajnos, hogy nagyon fölgyorsult a játék, jobban engedik a testjátékot, tehát itt a németben már lényegében nekünk az a szabály, azt mondták, hogy ez amikor shoulder to shoulder mész harcolni a korongért, és van egy lökés, az már lehet, mert egyébként nincs női, vagy nem volt még egy pár évvel testjáték elfogadott büntetéssel jutalmazva, volt csak testjáték. Most már egyre jobban engedik ezeket a párharcokat. A németben azt mondták, hogy ez az egy szabály van, hogy amikor párharcol a korongért, akkor lehet ütközni, de ha már 2 méterről neki rohansz, és neki esik a palánknak, az már kiállítás, ahhoz képest a elmúlt 6 meccs tapasztalat alapján majdnem, hogy full kontakt van. Tehát azért nyilván ezt is megszokni azért nehéz, ami nem feltétlenül gondolom szerencsésnek, mert a svéd bajnokságban már ez van. Most az, hogy tavaly ugye tolószékbe került egy lány, az nem az ütközés miatt, hanem már neki esett, de mondjuk hogyha látta, hogy ott mögötte korizik a hátvéd milyen lendülettel, és várta azt, hogy ott valószínű ott szét fogják darálni, és egész életében ez nem történt meg, azért lehet, hogy ehhez is van köze, mert ugye ebbe az irányba megy el az egész. Egy látványosabb kettő, én nem teljesen értek vele egyet, mert biológiailag nyilván nem úgy vannak a hölgyek összerakva, hogy akkor most itt gladiátor harcot vívjunk, tehát szerintem a női hokinak pont ez a szépsége, hogy sokkal kreatívabb játékot enged meg azáltal, hogy ugye kevesebb a testjáték, tehát sokkal több variációt van támadásépítésben, egy támadó harmadbeli játékban, mint mondjuk a férfi hokiban. De ez az irány, ezt kell fölvenni, erre kell figyelni, mint most a profi kanadai bajnokságban és a PWHL-ben is már engedik az ütközést. Ez érdekes egyébként, hogy a véleményed az szembe megy a játékosokéval, legalábbis akikkel beszélgettünk, főleg a, ahogy megsértődjenek, tapasztaltabb játékosok, akik még fiúkkal nőttek fel, és fiú csapatokban edződtek, ők azt mondták, hogy ők örülnek neki, mert hogy ők hozzá vannak szokva. Hát, ha már 10 éve nem csinálod, akkor kérdés, hogy mennyire vagy hozzászokva, meg milyen állapotban vannak azok a vállak. Értelemszerűen, tehát az, hogy ami mondjuk volt 5 éve, hogy már mondjuk egy sarokban lévő párharcszám, egy pici lökés volt, és azért már vittek ki, ahhoz képest, tehát az, hogy ott lehet harcolni, lehet ott lögdösödni egy kicsit, hogy teret szerez magadnak, vissza tud szerezni a korongot, az abszolút abban egyetértek.
De amikor mondjuk palánkra löknek valakit, és mondjuk egy férfi meccsen is mondjuk lehet, hogy 5-20-20-at kapna, és nagyon nagy küzdelmek árán lesz egy 2 perces büntetés, itt azért vannak kérdőjelek. De nyilván most itt teljesen új a rendszer a játékvezetőknek is, tehát azért ez baromi nehéz megítélni, főleg úgy, hogy mondjuk lehet, hogy előtte egy U18-U20-as vagy egy Erste-liga meccset fújt át. De a német szinten is, tehát nekik is látszik, hogy azért még az új, de el is volt, aki el is mondta előtte, hogy próbál figyelni, de még neki se teljesen tiszta, hogy igazából mit lát, mit nem. Mi a titkod? Mert ahogy említetted is, az elmúlt időkben azért is sorra jöttek a sikerek, ez vetítette elő, gondolom, ezt a Németországban lévő. Mert az EVH-t többször megnyertétek, tehát úgy érzitek, hogy kinőttétek, illetve amint beléptél az öltözőbe, azt lehet mondani, hogy jöttek melléd a sikerek. Mi a titkod? Ez egy nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogy én sportolóként kezelem és tekintek a lányokra, nem úgy, mint lányokra. Tehát szerintem ez egy nagy változás volt. Nyilván a Jason-től ugye ismerjük a terror hockey módszerét, tehát azt egy picit behoztam, aminek annyira nem volt nagy öröme, így egy pár év után, még a sikerek ellen is, úgyhogy most ebből azért sokat változtam, meg nyilván a gyerekek is segítettek azon, hogy kevesebb szem menjen el az agy, és picit nyugodtabban tudjam kezelni a dolgokat, de nyilván amiket tanultam, mindig figyeltem az edzőinkre, próbáltam az identitásomat megtalálni edzőként, hogy mindenkitől, ami tetszett, nagyon sok edzőm volt, a pozitívat kiszedni, ami úgy gondoltam, hogy működik, meg jól működne itt is, illetve ami annyira nem tetszett, azt meg nyilván próbálni eltemetni valahova. Úgyhogy szerintem az, hogy én nagyon hiszek a játékrendszerekben, a szervezetjátékban, de ennek ellenére nyilván a kreativitást is megadni a játékosoknak, mert nem robotok, nem katonák, és az, hogy ki tudjanak bontakozni, és szeressenek hokizni, mert ez is nagyon fontos. Ja, nem te vagy az első, akivel beszélgetünk, aki a női jégkorongban tevékenykedik, de tőled is meg szeretném kérdezni azt, hogy miben más egy női öltözőbe belépni, és ott taktikai dolgokat elmagyarázni mondjuk egy mérkőzés szünetében, ahhoz képest, amit mondjuk a Jason elmond egy DHK meccs szünetében. Tehát mennyivel kell, ugye említetted, hogy érzelmileg azért őket könnyebben elviszi a fókuszt, az érzelem. Tehát mennyire kell másként fogalmazni, mennyire tudsz hatni rájuk, vagy mivel tudsz hatni rájuk, hogy amit mondasz, az megérkezzen? Értelemszerűen kevesebb bomba, mint mondjuk egy férfi csapat öltözőjében. Ebben is nagyon sokat kellett sajnos fejlődnöm az elmúlt pár évben, de meg kell találni azt. Ez nehéz elmondani, mert ez olyan, mint a főzés. Tehát vagy tudsz fűszerezni, vagy nem. Tehát hogy meg kell érezni, hogy mi az, amire épp szükség van. Lehet, hogy most arra van szükség, hogy mondjuk egy pár csere a végén nem úgy alakult, vagy a harmad, hogy akkor jó, gyerekek, akkor most nyugodjunk meg, és akkor próbáljunk meg fókuszálni a dolgokra, vagy egy picit hangosabban, egy picit jobban ráerősíteni, vagy volt olyan is, hogy akkor mondtam a másodedzőmnek, hogy én most bemegyek, én most üvöltök itt 5 percig, kimegyek, becsapom az ajtót, és csak a részleteket, csak pozitívat mondjál, és a végén egy hajrát. És amikor mentem kifelé, akkor meg kérdezte az equipment manager, hogy főnök, minden oké? És akkor mondtam, hogy figyeld meg, nagyon jók leszünk, és meg is fordítottuk a mérkőzést. Nyilván ezt egy szezonban egyszer tudom eljátszani, akkor van hatásra, de utána többször már nem hiteles, hogyha rendszeresen fölrugdossuk a kukákat és egyebek, de értelemszerűen a kommunikáció nagyon fontos, hogy belemenjünk a részletekbe, hogy azért biztassuk is őket, tehát teljesen más kávéház, mint mondjuk egy fiú csapatnál.
de ennek ellenére meg úgy gondolom, hogy főleg azért, mert ugye a testjáték is mondjuk limitáltabb, mint a férfibe, jobban kell mondjuk a lányoknak időzíteni egy letámadásnál, az íveket jobban kell használják, az ütőjüket jobban kell használják, tehát szerencsére a csapat nagy része nagyon, nagyon okos játékosokból. Mert fiúnak elmondott, hogy csipád be a korongot, ütköz le és cserélj, az 10-szer megcsinálja ugyanúgy. Nem biztos, hogy jól, de ugyanazt megcsinálja. Egy lány meg fogja kérdezni, hogy miért. És ha el tudod neki magyarázni, 10-szer jobban megcsinálja, mint bármelyik fiú. Ez nagyon mondat. Ugye eddig fényeztünk, hogy milyen jó edző vagy. Az utolsó EVHL-es szezonotokat nem sikerült megnyerni, mielőtt a DHL-be mentetek. Először is, hogy hogy jött a DHL, hogy gondoltatok, hogy nektek ott indulni kell, és ez hogy sikerült összehozni, és hogy az utolsó szezon miért nem sikerült megnyerni, illetve mi az, amikben tényleg úgy érzed, hogy egy kicsit gyengébb vagy, vagy amire rá kell feküdnöd, amiben fejlődnöd kell? DFL, a bajnokság neve. Bocsánat, igen. És nyilván szerettünk volna már évek óta váltani, mert úgy gondoltuk, hogy most két megoldás van, vagy az, hogy gyengítünk a kereten, fiatalítunk a kereten, de hogyha már eddig építkeztünk, és ennyi energiát, pénzt, minden mást beletettünk, akkor miért lépjünk vissza egyet, amikor lehet, hogy van előre is. Tehát régebben próbálkoztunk két éve, meg három éve, esetleg egy svéd finnbajnokságba, de ott nyilván ott költség szempontból az horror lett volna, tehát az finanszírozhatatlan lett volna, és amikor, tehát a németet is próbáltuk, de a német ez teljesen bezárt régen. Tehát ők nem akartak senkit a saját ligájukba, és tavaly beengedték az Amsterdam Tigers-t, egy holland csapatot, ami úgymond így megnyitotta az utat, és ők is már szeretnék bővíteni a ligájukat, szeretnék nemzetközi esíteni, és amikor megkerestük őket a szezon vége előtt, akkor teljesen pozitívak voltak, és mondták, hogy ők is gondoltak ránk, hogy mi lenne, ha találkoznánk, vagy elkezdenénk beszélgetni esetleg egy közös folytatásról, mivel a LVHL szuperkupában mindig szoros mérkőzést játszottunk a top német csapatokkal, ami értelmszerűen erősíti az ő bajnokságukat is. Itt a tavalyi szezon, ugye előtte 5-ször megnyertük egymás után, most itt ilyen Final Four rendszer volt, tehát előtte, és azokban ott tényleg mondjuk egy meccsen elmált a szezonot, tehát egy baromság az egész, de ez volt a rendszer. Most playoff volt, tehát hogy két győzelem, és akkor gólkülönbség, mint a bajnokok ligájában a fociban, tehát ez is teljesen anti-hoki, de mindegy, ez volt most a rájátszásban, és egyébként úgy gondolom, hogy az elmúlt évekhez képest az eredmény végén az a legjobb szezonunk volt. Tehát az összes csapat statisztikában mi voltunk a legjobbak. 22 meccsből 21-et nyertünk plusz 86-os gólkülönbséggel az alapszakaszban. Az emberelőnyben, az összes csapat statisztikában az emberelőnyünk 22% volt első, az emberhátrány 95%, a fair play 6,6 perc per meccs, ami baromi jó. Helyzetkihasználásunk majdnem 13%. Tehát ezek olyan számok, amik nagyon jók voltak. Ott értelemszerűen ott bedaráltak minket, izgultunk, nem jól pattant a korong, tehát sajnos nőibe van olyan, hogy a legjobb hetedet nyomod, edzés szempontból, meccs szempontból mindenből, és akkor a következő meccsen meg nem jön ki a lépés. Tehát ez tipik, egy olyan hétvége volt, ami egy rossz hétvége volt. És nem tudom miért. Itthon is beszélgettem róla nagyon sokat, mert gyűlölök veszíteni, a csapattal is, a vezetőkkel is, és mindenki azt kérdezte, hogy most, hogy tudod, hogy mi az eredmény, mit változtatnál a szezonba. És elgondolkoztam rajta, és az égvilágon semmi. Mindent ugyanígy csináltam volna, és nyilván a végjáték nem úgy sült, ahogy szerettük volna, de úgy gondolom, hogy hosszú távon, amit építettünk, amit megtanultunk, amilyen csapategységet létrehoztunk, ahogy játszottuk ezt a gyönyörű játékot, vissza fog jönni, és az élet vissza fogja adni nekünk ezt sokkal komolyabban, mint amit most ebben az egy helyzetben állva. Amit említettél, hogy ilyen Final Four, meg ilyen hülyeségek vannak, hogy
Ez nálatok kísérleteznek, a női hokinál kísérleteznek azon, hogy lehetne majd esetleg ezt a férfi hokira átvezetni, vagy miért csinálják ezeket? Ez egy nagyszerű kérdés. Én nem tudom, tehát én abban hiszek, egy hokiba playoffnak kell lenni, tehát hogy muszáj. Mert akkor jön ki, hogy igazából melyik csapat tud jobban taktikázni, ki tudta jobban kielemezni az ellenfelet, ki az erősebb csapat, kinek van jobb karaktere. Egy ilyen Final Four-on tényleg, tehát ha rossz napod van, buktam el úgy debel bajnokságot, hogy 100 gólt lőttünk a szezonba, 6-ot kaptuk, és nem nyertük meg. Magyaráznának. Egy rossz nap, amikor nem lőttünk gólt egy meccsen, és 1-0-ra kikaptunk a döntőbe. Tehát, hogy ez, én teljesen ez a Final Four ellen vagyok, mert szerintem sokkal jobb lenne egy komolyabb playoff. Itt most nyilván a női hokinak azért finanszírozása, főleg külföldön azért eléggé bonyolult történet, meg mondjuk az osztrákoknál csak magánszponzorok, meg lelkes apukák, meg egyebek, tehát ott mondjuk azt, hogyha most mondjuk nekik Budapestre kéne utazni, nem tudom, Salzburgból háromszor vagy négyszer, azért az horror pénz. Mm-hmm. Tehát az nyilván lehet, hogy ezért is volt a Final Four, hogy ugye anyagilag minden klub megengedhesse magának a bajnokságot, és mondjuk ne kelljen visszalépni, ha elérte, meg kiérdemelte azt a pozíciót. De úgy gondolom, hogy a playoff rendszer az segít igazából mindenkin. Tehát ezért is szerettünk volna váltani, ez, hogy az egyik a motiváció miatt, hogy illetve a folyamatosság miatt, mert egész azonban ezt súlykoltam, hogy gyerekek, minden edzésen, minden meccsen, hiába dolgoztok jól, tudtok jobban. Mert most nem akarok csapatneveket mondani, de ha tudja, a következő két hétben X-el, Y-nal és Z-vel játszunk, 70%-os teljesítménnyel is lövünk 5-6 gólt. Amikor meg jön egy erősebb ellenfél, akkor meg teljesen más már a fókusz, a munka, minden egyéb beletett dolog, sokkal jobban figyelünk a részletekre és minden másra. És most igazából egy új bajnokság, sokkal fizikálisabb játék, a német válogatott egy stabil átcsoportos, még mondjuk az osztrák bajnokság egy divízió A közepe teteje, illetve fontos volt az is erre a folyamatosságra visszafordulva egy kicsit, hogy legyen olyan terhelés minden mérkőzésen, ahol ezt megkívánja. Mert itt 20 meccs van ugyanúgy az alapszakaszban, tehát a mérkőzés szám nem változik, de egy back-to-back meccsek vannak. Tehát mondjuk elmegyek Memmingenbe, ott játszok szombat-vasárnap, hazajövök. És ugyanezt csinálják ők is. Tehát mindenkivel négyszer játszol, amivel a minőségi meccszám is nő, magasabb a fizikalitás, magasabb a tempó, mert az a német bajnokságban ott az alapképességek minden csapatnál megvannak. Tehát mindenkinek van normális erőléte, tudnak korcsolyázni, lőni, passzolni, valamilyen szinten még a gyengébb csapatok is taktikailag erősek. Nyilván a Berkámen azt tudtuk, hogy ő lefelé kilóg, de a másik öt csapat a négy rájátszást érő helyért ott az vére megy. Tehát most jelenleg vezetjük a bajnokságot, 6 mérkőzés alatt 5 győzelem, 1 vereség, de bármi lehet, tehát ez egy baromi hosszú és nehéz szezon lesz, de úgy gondolom, hogy erre szükség volt. Mondtál közben egy fontosat, hogy a 5 csapat van versenyben a rájátszásért, tehát itt rájátszás van, itt playoff van? Igen, itt rendes rájátszás van, tehát a top 4 csapat jut be, és best of 5 van, tehát 3 győzelemmel van egy elődöntő és egy döntő. Úgyhogy ez is egy izgalmas kihívás lesz, mert nyilván nem ehhez szoktunk a korábbi években, illetve az, hogy az is célom volt ezzel meg, hogy most lépjük meg, és nagyon örülök neki, hogy összejött, hogy ugye most nagyon nagy lehetőség előtt áll a női válogatott is, ugye a olimpiai selejtező februárban, és úgy gondolom, hogy mivel a válogatottnak is ezért elég magas százalékát adjuk, hogy ez segíteni fog ennek a célnak az elérése érdekében is, mert ugye ez a női aranygeneráció baromira megérdemelni, hogy összejön nekik ez az álom. És azért lássuk be, hogy a nagy részének azért valószínűleg az utolsó lehetősége arra, hogy ezt elérje.
és amit tettek, hogy egészen, nem tudom, meg a húgom is játszott Ausztráliába, ahol plakátokkal, meg nem tudom, hogy szedték össze a pénzt, meg naptárakkal, hogy egyáltalán ki tudjanak utazni. Nyilván azóta a jégkorong finanszírozás azért változott erősen, szerencsére, de az, amit elértek, tényleg le a kalappal előttük, és remélem, hogy tudok nekik segíteni ebben, meg korábban is segítettem, hogy ez összejön neki. Talán hallani olyan hangokat, hogy nem biztos, hogy mindenki örül a magyar jégkorongban annak, hogy úgymond emigráltatok. Nem tudom, hogy a magyar közeg felé mit kell ilyenkor teljesíteni, vagy milyen elvárások vannak nekik, amit teljesíteni kell, illetve a Német Szövetségnek voltak-e olyanok, amit teljesíteni kell ahhoz, hogy ti ott tudjatok játszani, vagy elég a elmúlt eredmények alapján. Értelemszerűen az elmúlt eredmények azok elegek voltak. Ezek olyan technikai részletek, amikben nem látok bele, de gondolom kellett küldeni egy költségvetést, hogy ugye végig tudjuk-e vinni ezt a szezon, de a németek is nagyon támogatták azt, hogy egy csapat pont az utolsó volt az, akik mondták, hogy nekik úgy anyagilag egy megterhelő túra mondjuk Budapest, de mondták, hogy ha minden csapatnak oké, nekik nem, és ők akarnak minket, akkor lépjenek vissza. Tehát, hogy ők is abba az irányba mennek el, hogy erősítsék a bajnokságukat. És úgy gondolták, hogy mi egy tökéletes partner leszünk ebben. Magyarországon nem voltak, vagy ezt csak mi gondoljuk, hogy negatív hangok? Én nem gondolom, hogy negatív hangok lettek volna, legalábbis én nem hallottam róla. Szerintem ez egy kiváló lehetőség, ez úgymond ajtót nyit annak is, hogy mondjuk fiatal játékosok is több hoki kultúrába ki tudják próbálni magukat. Tehát most nálunk úgy néz ki a szervezet, hogy a HKB a DFL-ben, a német bajnokságban szerepel, meg az OB1-ben, mert ugye eddig három csapat volt az EVH-ben, a MAC, a BA és mi. Tehát három budapesti csapat tömöríti az összes úgymond ezen a szinten játszani képes női jégkorongozót, és szezon közben nem lehetett igazolni EVHL-en belül. De most így, hogy külön bajnokságokba szereplünk, a BA, aki az EVHL-be szerepel, lényegében a farm csapatunk. Tehát le is tudnék küldeni játékosokat, és ők is tudnak velünk edzeni, tudnak velünk játszani, tehát a 17 éves Gergely Dalma most gólt szerzett az Ingolstadt ellen, és elsősorban játszik nálunk mérkőzések óta. Tehát abszolút megvan az út nekik, hogy fejlődjenek, és a fiatal játékosoknak egy jó, úgymond karrierpályát mutassunk, és azóta 5-6-an járnak edzésre. Ami nyilván nekem is jobb, mert több játékos van a jégen, minőségibb, intenzívebb, dinamikusabb munkát tudok végezni, illetve a versenyhelyzetet is fokozza. Mert bérszemet kaptak, hogy akkor most van lehetőség, és tényleg nem csak mondva volt, hanem tényleg van lehetőség. Most a Hajdú Lili is 15-16 évesen bemutatkozott, nem tudom pontosan hány éves a hétvégén, úgyhogy megvan nekik a lehetőség, hogy egy éven belül osztrák és német hoki kultúrába is kipróbálják magukat. Az volt a full terv a piramisra, hogy a Debel csapatunk, tehát a BE alattiak, ők a szlovák bajnokságba induljanak, ami aztán tényleg baromi jó lett volna, hogy mondjuk valaki kikerül a fiúktól 16 évesen tehetséges kislány, egy éven belül játszhat szlovák hokit, osztrákot és németet, hogyha elég ügyes. Ami szerintem egyedülálló, Európa szinten mindenképp, csak a Szlovák Szövetség hirtelen megemelte a nevezési költséget a mi csapatunk felé, úgyhogy ezt a lehetőséget ezt köszöntük, de nem kértük, úgyhogy ők maradtak a osztrák másodosztályban lényegében az LVH alatt. Milyen érdekes, amiket mondasz, hogy ugye olyat hallottunk már, hogy kicsit drágább egy külföldi csapatnak a nevezése a szlovák bajnokságban. Azt akartam kérdezni még így, mondjuk úgy, hogy műsoron kívül, hogy mondod, hogy a tervetek, tehát ez a klubnak a terve, amiben gondolom próbálsz te is hadhatósan részt venni. A Magyar Jégkorong Szövetségnek a női jégkoronggal kapcsolatban, ugye Kolbe Helye Zsuzsi szívügye a női jégkorong.
Hogyan tudtok ti együttműködni? Tehát, hogy ez a történet egyáltalán az, hogy ti indulhattatok a német bajnokságban, kaptok ti ezért bármiféle anyagi támogatást, vagy csak veregetik a vállatokat, hogy nagyon szuperek vagytok, menjetek? Tehát, hogy ez hogyan működik a szövetség és köztetek, már mint a szövetség és a klub között? Értelemszerűen a Magyar Jégkorong Szövetségnek ki kellett adni az engedélyét a csapatnak, hogy mi a német bajnokságba mehessünk, tehát nem gondolom, hogy itt a mondjuk, lehet, hogyha a törökbe mentünk volna, akkor lehet azt mondták volna, hogy gyerekek, ne bohózkodjunk, de látja a szövetség is azt, hogy ez egy jó lépés, mert nyilván valamiért támogatták, és úgy gondolom, hogy erre nagyon szükség van. Főleg mondom, most jelen helyzetben a olimpiai selejtező miatt mindenképp, hogy a külföldieken kívül más is komoly fizikális hokit játszom, mert ott is a németek az egyik ellenfél, tehát ott az lesz, és erre föl kell készülni, és legalább a mi lányaink tudják majd, hogy mire számítsanak. Azt többször elmondtad, hogy magasabb szint, és nagyjából el is helyezted nekünk a térképen az erős sorrendet. Miben mutatkozik ez meg a hétköznapokban, hogy ez egy erősebb bajnokság, amiben most játszatok? Hát elsősorban az, hogy nyilván tehát magasabb fizikai munkát próbálunk adni nekik, több szakmai anyagot, sokkal több. Most végre itt kötelezően föl kell venni az összes mérkőzést, és le tudjuk tölteni, tudjuk elemezni nem csak a saját meccseket, hanem az idegenbelieket is, az ellenfeleket tudjuk scoutolni, tehát sokkal több dolgot tudunk adni szakmailag, mint mondjuk korábban. Hetente van videómeeting a lányokkal, egyéni meetingekkel, egy nappal előtte már kirakjuk az edzést, ami még ma rám vár, mert ez kicsit kimaradt a mai nap, hogy lássák azt, hogy mi az, amit fogunk csinálni a következő edzésen, vizualizálják a gyakorlatokat, tehát minél több hasznos időt töltsünk a jégen, ne a táblánál kelljen magyaráznom a egy órás jegemből 10 percet vagy 5-öt, hanem ezt leredukáljuk minél kisebb időre, azért, hogy minél hatékonyabban tudjunk dolgozni. Értelemszerűen a motiváció az lényegesen magasabb, mint mondjuk az elmúlt 2-3-4-5 évben volt, amikor tudtuk, hogy igazából nem nagyon kell készülni az ellenfélre, mert pontosan tudta mindenki, hogy mit fog játszani valószínűleg. Most azért még pár csapattal, még a Mannheimmel, illetve a Berlinnel nem játszottunk, tehát most is az Ingolstadtra is készültünk videóval, most nyálunk a tüske sátorban nyilván kisebb a pálya, tehát teljesen más hoki volt, mint amire számítottunk tőlük. De ez szerintem ez is baromi jó, hogy lehet készülni. Nyilván ebben mi is edzők is fejlődünk, meg próbálunk minél többet adni, meg minél egyszerűbben elmagyarázni ezeket a dolgokat. Úgy gondolom, hogy az intenzitása az edzéseknek, meg a tapasztalat a meccseken, hogy most itt tényleg meg kell csinálni azt a plusz 5 googolást, meg azt a plusz extra munkát a jeges edzés sem felül, hogy valaki jobb legyen, mert sajnos nem mindenki tud ezen a szinten már játszani. Vagy annyit, amennyit mondjuk szeretne. És ez szerintem egy baromi jó szemnyitó, meg így kinyílik a világ előttük, hogy igen, ez itt most tényleg komoly. Ugye a csapat átlag életkora 23 év alatti. Ez nőknél normális, a többi csapat is hasonló életkorral működik, vagy csak ez nekünk, akik a férfi hokit figyeljük, jobban szokatlan, hogy ilyen fiatal a csapat, mert ott ugye tutuljgatják a játékosokat sokáig ilyen 22-3 éves korban, még arra azt mondják, hogy fiatal, de igazából ez lenne a normális, amiket te mondasz, vagy külföldön ez a normális, hogy a 15-16-17 évesek bemutatkoznak, akik jók a felnőtt csapatokban. De azért ugye azt is tudjuk, hogy a lányoknál korábban véget ért talán sokaknak a karrier, a családalapítás, gyerekvállalás miatt, vagy egy más egyéb miatt. Igen, tehát nyilván egy női karrier az sok egyéb okból is rövidebb. Egy az, hogy én nem is feltétlenül szeretem magunkat úgymond profi csapatnak hívni, inkább a fél profi, mert az, hogy amennyi pénzt kapnak, abból hosszú távon nem feltétlenül lehet megélni,
tehát hasonló helyzetben vannak, mint mondjuk én annó játékosként, de én mellette nagyon támogatom és nyomom azt is, ugye a saját példámból kiindulva, hogyha én, amikor megsérültem, nem lett volna egy diploma kezemben, most nem biztos, hogy itt beszélgetnék. Tehát, hogy tanuljanak a hoki mellett, ha van egy nagyon fontos vizsgája, akkor szóljon, ne görcsöljön, ha ki kell adni egy edzést, mert föl kell rá készülni, teljesen oké, ha tud mellette dolgozni, ebbe is próbálunk rugalmasak lenni, mert ez azért kis medence, meg nem hozhatsz annyi légióst, amennyit akarsz. Tehát értelemszerűen, hogyha valaki most azt mondja, hogy figyelj, most el kell mennem dolgozni, már meg kell élnem, meg nem akarok már otthon élni, vagy bármi más ok van, most értelemszerűen jobban fog keresni egy munkahelyjel, mint ebbe. És nincs olyan szintű minőségi állomány, sajnos, a magyar női jégkorongban, hogy ezeket a lyukakat azonnal be tudjuk pótolni. Úgyhogy nyilván ez is nehéz, amit mondta a család alapítás, tehát ezzel mi is küzdünk, hogy Tiffy is tavaly visszajött egy évre, úgyhogy 2 éves volt a kisfiunk, aztán most született a második, úgyhogy mondtam, hogy akkor itt most neki a hokinak úgymond vége, most ő edzőként dolgozik egyébként a KSI-nél, úgyhogy ez is most komoly kihívás így az időrendünk beosztásába, de ahogy mondtad, tehát családalapítás, munka, el akarja kezdeni az életét, tehát nagyon sokat fejlődik a női jégkorong, de nyilván, tehát amíg elérjük mondjuk egy Erste Liga szintjét, vagy mást mondjuk a financiális oldalról, az még idő. Tehát most ahol olyan fizetést kapnak, az mondjuk Oroszország, meg a PWHL, ami tavaly alakult, amiből már azt mondod, hogy annál ugye el lehet kezdeni egy életet. Tehát nyilván ez mindenkinek a szenvedélye, és mindent megtesz azért, hogy ez jobb legyen, és 100%-ot beleadnak. Nyilván akkor már nehezebb, hogyha mellette tanul az ember, vagy hogyha ha dolgozik. De abszolút ebben legalábbis én maximálisan támogatom a lányokat. Még annyi a kérdés az a része, hogy a ligában fiatal csapatnak számítatok, vagy körülbelül ilyen életkorral megy minden csapat? Hasonló életkorral működik, tehát mint mondtam, nőibe azért szerintem az, hogy valaki 30 évesen hokizik, az már nem annyira jellemző. Inkább úgy mondom, hogy amikor mondjuk befejez egy egyetemet, vagy elkezdeni az életét, tehát ez a 25-6, aminél nagyon sok játékost, hogyha nem játszik olyan szinten, nem tud mondjuk annyi pénzt keresni belőle, vagy nincs olyan lehetőség, akkor inkább abba adja, és elmegy dolgozni, és elkezdi a civil életét. Ez a német bajnokság, említetted, hogy 20 alapszakasz meccs van. Igen. Ez 6 csapatos, akkor így fejbe kiszámoltam, hogy mindenkivel játszottak 4-6. És akkor ebben benne van az Amsterdam, Berlin... Nem. Amsterdam már nincsen. Tehát ők egy szezont voltak, de ők nem is volt olyan pozitív visszajelzés utána, mert játékerőben se voltak a legerősebbek. Mert... Ők csak ajtót nyitottak nektek. Lényegében, igen. Tehát akkor 5 német és 1 magyar? 5 német, 1 magyar. Hogy néz ki egy ilyen játék hétvége? Egyáltalán minden hétvége, vagy minden második, hogy kell ezt elképzelni? Kiutaztok pénteken, és akkor szombat-vasárnap meccs? Így van, tehát Berkámennel kezdtük, ő a legmesszebbi, tehát ő 17 órás buszút volt, ott már csütörtök hétre felindultunk, és Németország közepén megálltunk még egyet edzeni, és onnan mentünk. Tehát ez Dortmund fölött van. Azért ez is tök új tapasztalat a lányoknak, nem? Meg nektek is. Ez mondjuk, igen, tehát ez mondjuk azért kemény, de nyilván valamiért. Tehát a költségvetésünk nem lett több tavalyhoz képest, tehát nyilván ezeket be kell vállalni, mert azért komoly költsége van, ha mondjuk egy nappal előbb, még egy nappal korábban meg azért szállásba, azért 27-8 ember stábba, a buszsofőrökkel, mindenkivel együtt el szállásolni, ott azért föl tudnak ugrani, főleg Németországba a költségek, de nyilván tehát nekünk is áldozatot kell hozni azért, hogy mi ezt teljesíteni tudjuk. Általában úgy van, hogy hétfő az mindig szünnap, kedden kezdünk egy meetinggel,
utána van egy erőléti edzésünk a tüskecsarnokba, metodikába, utána van a sátorba egy jeges edzésünk. Szerdán reggel edzünk, ott 9-től 10-ig jég, utána van száraz, csütörtökön megint egy délutáni száraz jég, és akkor pénteken reggel edzünk egyet, és akkor utána ülünk fel a buszra, és utazunk, és vagy ott este edzünk, hogyha nagyon korán kell indulni, tehát most próbálunk egy nappal korábban menni, ez a csapat kérése volt, hogy még előző éjszaka, mondjuk csütörtökön a saját ágyukba tudjanak aludni, és akkor ott ez a kihívás, hogy mondjuk délután este felé valahol útközben találni egy jégpályát, ahol egy órát tudunk edzeni, és szombat-vasárnap mérkőzés. A szombati mérkőzés ez mindig később van, tehát az én délután 5-6 között kezdődik, itt is, külföldön is, és vasárnap meg korán, tehát ilyen 11 dél körül játszunk, és utána jövünk vissza. A jégpályát keresni útközben, ez hogy néz ki? Telefonálgatsz, e-maileket írogatsz? Vagy? Nem én. Itt én csapatvezetői feladatokat nem kell, hogy ellássak, úgyhogy erre van egy kollégina, aki csinálja, és nyilván, tehát hogyha ismerünk valakit abból a körzetből, akkor oda csörgünk, hogy figyelj, valahogy szóval ismer be nekünk egy 50 perceget, légy szíves, és akkor így nyomjuk most. Itt most sok dolgot érintettél. Mekkora változás ez neked, mint edzőnek a karrieredben? Tehát az eddigi megszokott rutinhoz képest nagyon sok mindenben, vagy mindenben kell változtatnod és rugalmasnak lenned? Mondtad, hogy terv szerint élsz ehhez képest. Igen. Ez azért... Nyilván ez egy komoly kihívás számomra is, de szeretem a mély vizet általában. Úgyhogy ez nyilván motivál engem is, hogy minden mérkőzésre föl kell készülni, picit hosszabbak a videók, és akkor van, hogy mondjuk így, hogy ugye végeztünk a meccse 9-kor, de még nem állt le a felvétel, tehát nem tudom letölteni, akkor hazajövök, lerakom a gyerekeket, és akkor 10-kor Mikával Google Meet-en megosztva vágom a klippet, és nézzük együtt végig a mérkőzést, hogy másnap már a 11 órás mesre, már 9-kor mi videót tudjunk prezentálni a pregame meetinggel. Úgyhogy nyilván ez is egy új kihívás, mondjuk az LVH-hez képest, ahol mondjuk a hazai mérkőzésekről volt csak stream, tehát mindenki tudott belőlünk készülni, de mi senkiből, és akkor nyilván csak ezekkel a meccseket tudtuk vágni videóval, illetve dolgozni vele. Úgyhogy nyilván ez egy új dinamika, amiben bele kell állni, de sokkal jobban kell figyelni mondjuk meccs közben, hogy mit játszik az ellenfél, hogy változtatni értelmszerűen az, hogy a játékvezetők mennyire engednek szituációkat. Picit nyugodtabbnak kell lenni, mert azt mondták, hogyha itt kérdés van, akkor repülsz. Tehát, hogy itt nem nagyon lehet már nem tetszésedet kifejezni. Amit értelmszerűen, tehát nem is ez a cél, csak úgy gondolom, hogy a játékvezetőnek az a feladata, hogy ne legyen sérülés egy mérkőzésen, főleg ne egy női. Tehát mondtam, hogy nekem nem az emberelőny kell, van elég jó csapatunk ahhoz, hogy ezt mi ötözöttbe is abszolváljuk, de azt nem szeretném, hogy mondjuk egy női meccse 3 agyrászkódással jöjjek ki egy mérkőzésből, ami mondjuk megtörtént korábban. Úgyhogy izgatott vagyok, meg már most is, hogy így 6 meccsen túl vagyunk. Lényegesen nehezebb, mint korábban, de úgy gondolom, hogy ettől leszek én is jobb edző, és ezzel tök jobban segíteni a csapatnak, illetve a lányoknak. Igen, azt mondtad, hogy a lányoknak ez egy nagyon új és motiváló közeg, az edzésen is jobban kell dolgozni, oda kell tenni magukat, hogy magaddal szembe mennyire motivált téged ez a közeg, mennyire milyen célokat támasztottál magaddal, és a csapattal, a lányokkal szemben milyen elvárás, mi az elvárás, mi a cél, mit tűztetek ki magatok elé, mit szeretnétek elérni? Nyilván ezt nehéz megmondani, mert még nem játszottunk mindenkivel, tehát azért még így föl kell mérni a terepet, mert mint mondtam, tehát egy videó alapján teljesen más ingolstartra számítottunk, mint aki idejött. És itt mondjuk a játékkép alapján, mint az a két mérkőzésemből föl tudtunk készülni ellenük.
Már elvesztettem a fonalat, bocs meg. Hát, hogy milyen célt tűztétek ki, vagy van-e valami? Ja. Hát én nyilván, tehát vezetői szempontból szeretnénk a sikeres úton tovább menni és megnyerni a bajnokságot. Én elsősorban szeretnék a döntőbe kerülni, és egy német bajnoki címért játszani. Értelemszerűen most idénre az az álmom, hogy német bajnokok legyünk, és minden nap megteszünk ezért mindent, ezért hajtjuk, csűrjük a lányokat, hogy tényleg mindent beletegyenek, beletegyék a plusz melót, beletegyék a plusz tanulást, mindent annak érdekében, hogy segítsük azt, hogy ezt közösen elérjük. Úgyhogy nyilván nagyok az elvárások, most így a BEA-s fúzióval egy picit nagyobb a versenyszellem is, úgyhogy izgatottak vagyunk. Nyilván nagyon nehéz, mert át kell szokni, meg kell szokni a dolgokat, és még alkalmazkodnunk kell, akklimatizálódnunk teljesen ez a utazás, és akkor onnan már jól játszani, akkor a következő meccsen is ugyanolyan fókusszal kimenni, mert ez évek óta úgymond ilyen probléma volt, hogy nem nagyon volt back-to-back meccsünk, de amikor volt, akkor az egyik az nagyon jó volt, a másik az kevésbé volt jó, úgyhogy nyilván ez is megint a folyamatosságra, a konzisztenciára visszavezetve, úgyhogy minden tényleg, tehát mindenkinek föl kell vállalni a szerepét, meg kell csinálni a munkáját, mert mindenki okkal van abban az öltözőben, ahol van. Említetted ezt a videózást, hogy ugye most végre van videóanyagotok, amit tudtok vágni, de hogy az Ingolstadt teljesen más játszott, mint amit ti levideóztatok, és ugye elkezdődik a meccs, megy egy 5 perce, 10 perce, így realizálódik benne, de akkor bevillan, hogy inkább aludtam volna. Nem. Nem, én úgy vagyok vele, hogy amit már mondtam is, tehát, hogy ugye a tavalyi szezonunknak így a szummázásaként, hogy amit elvégzel munkát, még ha nem is kell használni, akkor is az valamikor vissza fog jönni, és valamikor ki fog jönni. Tehát ezért nincs olyan nap, hogy elvesztett nap. Tehát én nem tudok úgy edzésre tervezni, hogy ne jó, akkor az egy vissza edzés lesz. Tehát minden gyakorlatot végig gondolok, amikor fölrakom az edzéstervemet, kiküldöm nekik, hogy ez mibe fog segíteni, hogy fogunk ettől jobbak lenni, és rendesen még mindig megvan bennem még ennyi év után is az ide, hogy fú, ez remélem egy jó edzés lesz. Mert máshogy nem tudom. Tehát vagy csináljunk valamit jó, vagy ne csináljuk abszolút. Akkor már nincs értelme. Akármit csinálod, én így vagyok vele, hogy tök mindegy, hogy asztalos vagy, vagy tényleg kasztás a Tesco-ba, csináld jól. Igen. Teljesen mindegy. Ugye említetted itt, hogy a lányok azért egy elég komoly kihívás elé lesznek állítva, ugye az olimpiai selejtezőre gondolok. Ennek a lépésnek, hogy kimentetek Németországban, lehet olyan hozadéka, mint annak idején a fiúknál, ugye, hogy a Volán kilépett az osztrákba, és az elég komolyat dobott én úgy gondolom, vagy mi úgy gondoljuk, hogy annak nagyon nagy szerep van abban, hogy a válogatott akkor odaért ahova, és azóta is azért van egy, még ha ilyen tetszenős is, de egy ilyen fejlődés. Lehet ebben reménykedni, hogy ez is ilyen lesz? Nagyon bízom benne. Tehát nyilván itt azért olyan sok mérkőzés nincs, tehát addig van talán 10 meccsünk, 12, de nyilván úgy gondolom, hogy mindenképp segítség lesz. Mondom, tehát ezt mondtam nekik is, hogy mondom, nekem most azt szeretném, hogy idén elérjék az álmukat, hogy kijussanak az olimpiára. Mert tényleg, amit az a női aranygeneráció, amit belerakott az elmúlt pár évben, az elképesztő, meg amennyit tettek azért, hogy ez az egész fejlődjön, és mondjuk lányok most fizetésért tudjanak játszani, és ne 20-25 ezeres tagdíjért okizni este 10-kor, vagy 11-kor az amatőrök után. Tehát baromi sokat fejlődött az egész, és tényleg nagyon, nagyon megérdemelni. Én ide tettem a következő kérdésként azt, hogy ha már válogatott, én azt gondolom, hogy át is evezhetnénk egy picit a második pozíciódra a magyar férfi felnőtt jégkorong válogatott csapatmenedzseri pozícióra, de még egyetlen gondolatot mindenféleképpen
a női jégkoronghoz hozzátennék én személy szerint, hogy elképesztően jó volt hallgatni téged, és hallani azt a eltökéltséget, azt a vágyat lehetett érezni minden szóban, hogy tényleg a fejlődés vezérel mindenkit. Azt tudtuk a lányokról. Igen. Igen, a lányokról tudtuk, hogy éhesek a sikerre, és hogyha ilyen szakemberek keze alatt dolgozhatnak, az biztosan segít ezen a dolgon. Úgyhogy a személy szerint neked és a csapatnak is nagyon sok sikert kívánunk a német bajnokságban, a lányoknak a karrierjükhöz, akár a válogatottban, és hát végcél természetesen legyen akkor az olimpia. És evezzünk át, ha megengeded, arra, hogy te vagy a team manager a férfi felnőtt válogatottnál. Ez mit akar? Te mit csinálsz ott? És röviden mindent. Köszönjük szépen. Oké, akkor néhány... Én rögtön kérdezek egyet. Igen, rögtön néhány dolgot, hogy rakadva is varunk. Jövök egy ilyen kényes kérdéssel, hogy a VB-ről az utolsó meccs után miért kellett gépre ülni és hazajönni? Tehát a fiúknak. A film VB. A film VB-n. Az osztrák meccs után. Jó, akkor várj, akkor kanyarodjunk vissza, hogy mit csinál. Ugye? Na, ugye? Ez nem a te sarad, ugye? Gábit nagyon érdekli, úgyhogy elmondom majd ezt is. Adáson kívül. Lényegében a jégkorong válogatottnál én szervezem az összes utazást, értelemszerűen a szövetségkapitány úrral, épp aktuális szövetségkapitány úrral egyeztetve, hogy szeretné felépíteni, ott megegyezünk egy programba, a külföldi játékosok hazakül repültetése, a külföldi klubokból való kikérés, a magyar klubokból való kikérés, a utasbiztosítások, buszbérlés, jégpálya, jégidő, öltöző, szálloda, meeting terem, étkezés, nevezések IHF rendezvényekre, az ottani meetingeken való részvétel, tehát minden szervezési és lebonyolítási folyamat lényegében nálunk jut össze. És ez most az anzásított verzió, tehát itt az egyebekre már ne térjünk ki, de minden apró adminisztrációs és szervezési feladat a lényegében az enyém. Te döntöd el azt is, hogy ki megy interjút adni? Nem, arra hál' Istennek van most már média menedzser, aki utazik velünk. Régebben nyilván nekem volt az, hogy akkor oda jöttek, hogy akkor szeretnék őt nyilatkoztatni, és akkor rohangáltunk a Závodszky Szabival, föl alá szedtük össze a játékosokat, a szerencsére ez már a média csinálja. Tehát én lényegében a csapattal kapcsolatos dolgokat. Tehát most is a sárközi tornára, hiába ugye magyar szervezés, én a magyar férfi felnőtt jégkorong válogatott egy külön egységként kezelem, és az ő dolgaikat ugyanúgy szervezem, mint hogyha mondjuk elmennék Franciaországba, és ott szervezném a helyi szervezőkkel. És akkor ilyenkor neked harcolni kell például a szövivel néha, hogy szeretne valamit a csapat, és akkor azt mondják, hogy arra most nincs keret, de... Te is játékos voltál, tudod, hogy arra igenis szükség van, igény van, és akkor megy ott a szópárbaj, vagy ez hogy néz ki? Igen, tehát nyilván azért itt pénzügyi korlátok, meg határok vannak, tehát azért sok mindent szeretnénk, amit nem lehet, de ha jól meg tudjuk indokolni, ha jó az érvelés, akkor sokszor azért sikerül áttolni is ezeket a dolgokat. Ezt úgy gondolom, hogy most a új vezetéssel talán egy picit egyszerűbb, hogy inkább játékos központú lett a történet, vagy legalábbis most jelenleg még úgy néz ki. Nyilván tehát csapatvezetőként baromi nehéz, szerintem az egyik legnehezebb ebbe a sportba, ugye így, hogy minden oldalát látom, mert ha ott van valami, mondjuk ott van egy pászka, ott van egy meetingterem, ott van egy jégidő, az ugye mindenkinek természetes, mehez szokott. De hogy az hogy kerül oda? Meg, ha mondjuk nincs ott egy fehér pászka, csak fekete van, akkor értelemszerűen ki a hibás? Miért nem vettem fehér pászkát? Tehát, hogy baromi összetett egyébként
a feladat. Nyilván itt mondjuk, amikor a Jármotolva nem volt a szövetségkapitány, ott kérdezte is mondjuk az úszás VB-n, hogy mondjuk fentről edzőként mit látok, és mondom, Járma, én nem úgy nézem a meccset ott, mint egy edző. Tehát az agy azt teljesen átkattam. Én azt nézem, hogyha mondjuk a sarokban van egy ütközés, most föláll a srác, vagy nem áll-e? Kell-e vinni kórházba? Kell-e lemennem a padhoz? Nem azt nézem, hogy mondjuk edzőként jó van egy ütközés, ott maradt a játékos, de követnem kell a játékot. Mert ott nem az a dolgom. Itt teljesen más. Tehát mondjuk azt, hogy egy ilyen mérkőzésből most vagyok, Závodszky Szabi a számon tartja, hiszem 107 meccsnél vagyok most a felnőtt férfi válogatottnál. Szerintem, ha a meccseknek az 60%-át látom, az már jónak mondható, és ez általában csak a világbajnokságokon van. Tehát egy ilyen hazai szervezésű tornán, értelemszerűen akkor kiviszem a csapatot időbe, ki kell rántani mindenkit a pályára, hogy ne kapjunk ezért büntetést. Lehozni őket a jégről, best player, van elég víz az öltözőben, volt-e sérülés, akkor orvost keresni, kell-e mentő, nem kell mentő, kell-e menni vele, a plusz kajájukat, snacket intézni, tehát hogy mérkőzés közben azért elég sok napon van. A Majzi Kernő doktor úr kérdezte annól, hogy egy ilyen sárközi tornán, hogy van-e lépésszámláló a telefonomon, és 17 kilométert sétáltam a tüskecsarnokon belül, mert reggel bementem, és nem hagytam el. Tehát, hogy az a lépésszámok azok megvannak egy ilyen válogatott eseményen, de nyilván ezt a részét is élvezem. Ez majdnem olyan, mint játékvezetőnek lenni, hogy csak azt veszik észre, ha rosszat csinálsz, nem? Vagy hol nem körülbelül, jön. Igen. De egyébként most nyilván elég jobban vagyok a kerettel, tehát azért tudják, hogy milyen dolgaim vannak, meg úgy érdeklődnek is iránta, és így azért tök jó ott lenni velük, mert ha látják, hogy már valami nagyon sok, akkor jó, akkor levőműbe tudunk segíteni, és akkor csak menj arrébb egy kicsit, az a legnagyobb segítség, ha most nem van be. Zuzu, az csak kussolj. Dobjunk, mivel ennyi feladat van így a válogatott körül, dobjunk még rád egy picit. Mi azt látjuk, hogy a picit a szurkolók így eltünedeztek a válogatott mellől. Ugye annak idején még akár egy ilyen sárközi jellegű tornára is megtelt még Paplaci. Most meg ugye sokszor azzal küzdünk, hogy a tüskét meg tudjuk tölteni. Hogy mi lehet ennek az oka? Hogy lehet visszacsábítani a szurkolókat, vannak-e ötleteid, és hogy be tudod ezt is vállalni, hogy még a szurkolókat is koordináld oda? Hát nem tudom, gyertek szurkolni. Ennyi? Tényleg, nem. Ennél szerintem ez picit bonyolultabb. Most nyilván amit hallottam olyan ismerősöktől, akik követik a jégkorongot, de nem annyira fanok, hogy mondjuk a Jégkorong Szövetség honlapját böngészik reggeltől estig, vagy a hoki blogot, hogy akkor most mikor van mérkőzés. Ott azt hallottam, hogy a régebbi elmúlt pár évben ugye hirdetések nem voltak, úgy nem volt annyira bereklámozva, meg értelemszerűen más. Tehát azért Budapesten van program lehetőség, tehát vidéken sokkal egyszerűbb sportot eladni. Budapesten, ugye mivel tényleg bármit tudsz csinálni. Tehát most kitalálod, hogy mondjuk Kati azt mondja, hogy menjünk egy koncertre, biztos, hogy találunk valamit 11-kor. Jó, tehát, de ne azt mondta, hogy mit, hogy nem lehet. Mert azt nézd. Az, hogy mondjuk nézd, tehát mondjuk meg pestiek szeretnek olyan mérkőzésekre járni, vagy eseményekre, ami úgymond menő. Tehát mondjuk egy MVM Domba, egy Kanada meccs, főleg az első részen, ott az eléggé tele volt a történet. A másodikon már annyira nem, mert az már úgy visszatér. De az, hogy hol van a mérkőzés, milyen létesítményben, szerintem ez is sokat számít. Tehát, hogy olyan helyen legyen, ami menő. De most nyilván ezok a lehetőségek vannak, amik vannak. Most úgy gondolom, hogy most a média fronton is próbálunk többet csinálni szövetségi szinten, illetve hirdetésekbe is, hogy mondják ezt, ezeken a social media felületeken is sokkal aktívabb a történet, úgyhogy reméljük, hogy ennek meg lesz a pozitív vonzata. Úgy legyen, múltkor hajtottam Rádió 1-en is reklámozni, talán egy ilyen tornát.
Úgyhogy az pozitív. Ja, ja. Igen, úgyhogy nyilván itt is lehet, hogy voltak költségvetési korlátok. Itt mondom, tehát én a szövetségnél is elsősorban külsős vagyok, tehát én a felnőtt férfi csapattal foglalkozom. Tehát az, hogy most ott mi történik marketing, pénzügy, uh-huh. és etc. szinten, az arra nagyon nincs rálátásom. Ha most éppen nem... Kéne. Hogy mondod? Pedig kéne. Kéne, mert szerintem jobban menne. Na mindegy, na menjünk ebben bele. Ha most nem a Sárközi tonnáról beszélünk, hanem mondjuk éppen elutazunk a szokásos Lengyelországba, vagy szerencsésebb esetben Olaszországba, akkor tehát egy nemzetközi szünet, ami ja. külföldön van, és mondjuk ma van 28-a hétfő, és mondjuk pénteken van az első meccs. Neked mikor kezdődik a munka, és miket kell csinálnod? Mert gondolom én, hogy mondtad, hogy a meccs alatt meg nem látod, meg rohangálsz, meg 17 kilométer, de hogy mennyivel a torna előtt kezdődik egy csapatmenedzsernek a feladata, és miket takar ez? Körülbelül egy hónappal előtte már elkezdek vele foglalkozni. Nyilván mondjuk pont a lengyelt mondtad, na belőlük kiverni egy információs csomagot, az horror. És általában nem úgy történik semmi, ahogy kérjük. Tehát ott azért pont egy jó példát mondtam, mert velük mondjuk baromi nehéz szervezni. Egy osztrákkal tök jó szervezni. Tehát ez attól is múlik, hogy épp kivel... Uh-huh. kell együtt dolgozni, ki a főszervezője a tornának, van, akikkel egyszerűbb, van, akivel nehezebb, és általában egy hónap előtte, hogyha mondjuk ezt megkapjuk, akkor ha repülős, akkor megvenni gyorsan a repjegyeket, hogy minél olcsóbb legyen. Ott nyilván ott a edzőből ki kell szedni először, hogy hány játékost akarunk elvinni, és ez lehetőleg fölfelé ne bővüljön ez a létszám, tehát inkább mondja nőttel többet, mint kevesebbet, mert ha betelik a gép, akkor nehezebb a logisztikai rész. Utána ugye fölvenni a szervezővel a kapcsolatot, összerakni a programunkat, tehát általában egy négy nemzet tornára, mondjuk ha péntek, szombat, vasárnap van a meccs, akkor két nappal, egy nappal előtte érkezünk. Tehát egy nappal van a nulladik nap az Arrival Day, és akkor előtte általában most ugye a tüskecsarnok a bázisunk, tehát a tüskecsarnokba edzünk hétfőtől. Uh-huh. Tehát ott azt a hetet, azt teljesen kitöltjük. De ez is szövetségkapitány függő, tehát hogyha mondjuk a Mogyi azt mondaná, hogy hétfőn már ott kezdünk, hogy felszállunk a buszra és megyünk, akkor úgy kell megszervezni. Tehát a szövetségkapitánynak a döntései alapján próbáljuk szervezni a dolgokat, és együttműködve ezzel kapcsolatban. Aztán két héttel a tábor előtt, akkor már megvan a bőkeret, akkor keretet hirdetünk, először kikérjük a kluboktól, utána a játékosok megkapják az információcsomagot, a meghívót, a programot, az, hogyha mondjuk pluszállásra van szükségük, azt jelezzék, ha kell repjegy, meg külföldről jön, akkor kell, ugye az információ, azokat is meg kell venni, úgyhogy előtte sokkal több munka van lényegében, mint közben. Tehát közben, ha van probléma, van változás, van változtat az edzői stáb a programon, az nyilván az egy bonyolultabb történet, mert az, hogy mondjuk neked egy órát csúsztatsz egy edzésem, vagy egy kajám, vagy bármin, az nekem 5-6 szállítóval kell ezt letisztázni egyesével. Tehát, hogy nyilván ott a helyszínen már tűzoltás van, meg akkor aktuálisan fölmerülő problémákat kell kezelni, illetve nyilván ott a game protokollt és egyéb dolgokat betartatni. Előtte van a szervezési fázis, ez egy ilyen 3 hét körülbelül. De ezt ne úgy képzeld, hogy reggel 8-4-ig, mert ugye mondjuk lehet egy nap már rutinból ugye megírom az összes e-mailt, hogy kinek mi, hogy kell. Most itt értelemszerűen, ahogy érkeznek vissza a válaszok, és ahhoz mértem kell összerakni a többit. Hogyha sérülés van, tehát kimegy egy keret, most is úgy néz ki, hogy nekem holnap két nevet kell cserélnem.
van két sérülés a sárközire is. Tehát, hogy ez általában úgy szokott lenni, ha még valaki vasárnap játszik, az nem biztos, hogy hétfőn jön a válogatóba. Vajjádit tehát... látok, hogy nem volt nevezve utolsó két meccsére. Csodálatos. Mi van? Vajjádi. Ja, ő jön. Tehát a legutóbbi infondom, én ma beszéltem a szakágvezetővel, úgyhogy Benni még azt mondta, hogy jön. Úgyhogy... Akkor nem ő a sérül. Jó. Ezt még nem. Mondtad ezt a tűzoltást. Mi volt a legfurább helyzet, amivel találkoztál, vagy esetleg vicces helyzetek, amik ilyen... Volt sok. Csak hogy, de hallod, hogy elkezdett vigyorogni? Ó, volt sok. Nem, itt sok olyan dolog van, hogy így beszélünk róla utána, mondjuk amikor Gyoci bácsival, az EQ-val, meg a fiziókkal beülünk a kis buszba, és előre megyünk, hogy mire a csapat megérkezik mondjuk Olaszországba, akkor már minden rendben legyen. És ott följönnek ilyen sztorik, hogy mik voltak. Én megmondom őszintén, én ezeket, ahogy vége a tábornak, én ezeket törlöm. Már ha nem törölném, akkor lehet, hogy a következő táborban már nem érkeznék. Majd egy 20 év múlva valami pszichológus ez biztos meg ki fogja bontani, nagyon sok pénzért, de mondom, azért volt sok érdekes történet. Egyet-kettőt, ami publikus, hogy nevessünk. Mikor mentünk ki Bolzánóba, autópálya kapu, és nem adott jegyet az automata. És ugye hívtuk a csengőt, ott kértünk támlát, bármit, szegény fiziós srác megpróbálta 3-4 nyelven elmondani. Nyilván mondták, hogy nem. Menjünk, és akkor az Antal Dénes, a másik fizió megvette GoPro-val az egész utat, hogy ilyen gyorsított felvételt csináljon belőle. És hátrafordultam, hogy akkor mondom, gyerekek, itt valamit beszélni kell, mindez 9 óra utazás után, tehát nyilván már tökünk ki volt a szardéniás dobozba. És akkor mondtam, hogy akkor Szilágyi, lementem, mint a válogatott csapatvezetője, nyilatkozom, hogy többszöri kérésünkre is itt a bolzánói autópálya kapunál számlát, bizonylatot nem tudott kiállítani az automata. És azt mondták, hogy... És ez ugye valami alapján el kell számolni, tehát nyilván ezt a videót be kellett küldenünk. Tehát, hogy... Aki csak hallgatja, annak azt mondom, hogy nem megszakadt Levente, hanem mondjuk úgy, hogy kisípolta magát. Kisípolta magát, de várj, ezt elfogadták ezt a videót? Számla helyett? Figyelj, azóta nem kértek hiánypótlást, úgyhogy valahogy át. Még zajlik az átadás átvétel, azért várjál. Úgyhogy vannak érdekes dolgok. Hát nyilván, hogy valamelyik játékos a telefonját elhozta a felesége Tokjával, és akkor ki kellett szedni a töltőből a strasszkövet, mert beleszorult, és nem tudta tölteni a telefonját. Tehát, hogy ilyen minden, tehát a... Majd én megoldom. De ez ki volt? Majd ezt adás után? Nem publikus. De ilyen apró dolgok vannak, tehát, hogy mindig. Ugye általában az felszerelés, az busszal megy ki, nem repül a helyszínre, ha közelebbi. Attól függ, tehát mondjuk Tamperébe ott kivitettük, vagy nem, kifelé charterrel mentünk a Kanadával, tehát ott jött velünk, de visszafelé már kis busszal, transferrel hozattuk. Általában a játékos felszerelések a buszon vannak, a plusz technika, kesztyűszárítók, élező, plusz cuccok, az egy kis buszt azt telerak, meg mi megyünk vele előre. És ilyen kaland még nem volt, hogy lerobbant a busz, nem ért oda a cucc? Ó, olyan is volt. Ugye? Mondom én. Annak itt sztorik. Mondom, én ezeket törlöm. Tehát mondom, ezt majd valaki jó sok pénzért ezt majd fölboncolja belőlem. De volt olyan persze, hogy mondjuk busz megállt tökölni hajna 3-kor, és akkor kellett egy másik busz szerválni. Tehát ilyenek is voltak. Tehát nem mindig egyszerű az élet. Úgyhogy... Igen, vannak kihívások, meg vannak jó sztorik, de mondom, tehát ezeket így általában emlékeztetnek rá, hogy emlékszel, amikor ez volt, és akkor úgy tényleg ilyen.
Most mi én akkor, akkor a Szabival kell majd ezekről a sztorikról beszélgetnünk? Vagy kik, kik azok, akik a sztorigépek? Ő mindent tud. Na jó, akkor ez elmondsz ki, Szabi, vett fenyegetésnek, majd megkeresünk téged is. Igen, azért kellene nekem egy fájó pontom a, ez a jövő évi dániai világbajnokság, illetve annyiban fájó, hogy, hogy Dániában úgy gondolom, hogy lennének ennél a városnál sokkal emberközelibb városok is, nem egy ilyen mező, hogy arra a szervezést neked már el kellett kezdeni, vagy az még nagyon távoli. Csak azért kérdezem, mert nem nagyon van szállás, vagy nektek lesz, a csapatnak lesz, vagy ti is a üzébe, a sátorba, a kempingbe lesz. Nem, már elkezdtük. Tehát nyilván még nagyon nagy vonalakban van, de már a helyi szervezőkkel beszéltük, a főtitkár úr, a Mogyi meg a Végbeni már kiutaztak, amikor volt egy ilyen bemutatóna. Most ezekre a történetekre nyilván én nem tudok menni. Nyilván szerencsés, ha ott vagyok, mert legalább látom, hogy mihez kell viszonyítani. Tehát általában mondjuk egy ilyen Kazasztán meg ilyeneknél azért beszoktam kérni fényképet az öltözőről, hogy azért lássuk, hogy legalább mire készüljünk meg a hotelre. Van-e fala, ablaka, stb. Igen. Tehát, hogy azért valami információnk legyen. Most nyilván nekem ilyenkor, amikor ők vannak ezek a bemutatónapok, én nekem általában akkor van a csajokkal edzőtábor, tehát hogy ilyenekre nem szoktam elmenni. Nyilván ott volt ez a bejárás, azt mondták, hogy a körülmények azok rendben lesznek. Most a hotel az nekünk is talán 25 perc busszal lesz autópályán a pályától. Most az, hogy miért ide rakták a világbajnokságot, ez egy jó kérdés, tehát hogy ezt... meg miért kell mindig éjszakra rakni az A-csoportot, amikor lehet, hogy lenne jobb megoldás is. Egy jó Spanyolország például tök jó lenne. Májusban, 30 fok. Úgyhogy nyilván már elkezdtük a szervezést, most elsősorban a sárközi tornára koncentrálunk, utána még van két torna, aztán a VB felkészülés az itthon van. Úgyhogy most nem utazunk közben annyit, ami úgy gondolom, hogy azért egyre több a családos a válogatottnál, és ami azért segíteni fog. Ez illetve még egy hazai VB is, hát csoportos. De már egy divízió egyesnek is örülnék, ha esetleg úgy alakul, hogy nem maradunk benne, az is nagyon rég volt. Igen, a budapesti volt a utolsó. 2018-as talán. Akkor az első szezon. Igen. Egyébként erre van egy szabály, most még az A-csoportos lévőnél maradnék, hogy mit tudom, egy órán belül azért szállást kell biztosítani a csapatnak, nem tudom, 5 csillagos, tehát biztos vannak ilyen szabályok, hogy... Szerintem valami van, tehát 4-5 csillagos hotel az legalább kell, hogy legyen. Uh-huh. És hogy ez mit, ne 4 órára legyen busszal, hanem meg... ilyen emberi időn belül. Gondolom, erre is van valami szabály. Valami szabályzat biztos van. Megmondom őszintén, pályázatot még nem adtam be világbajnokságra, úgyhogy nem tudok. Olyan témákról nem nagyon szeretek nyilatkozni, amiről nincsen szállt. Nem arra gondoltam, hanem most a dániaival kapcsolatban, vagy a ja, következő AVB-vel. Hogy... De biztos, hogy van valami szabály, de mondjuk ez a 20-25 perc, ez szerintem ez még a de valamelyik AVB-nkén erről volt szó, hogy az öltözők is, hogy nekünk már csak konténeröltöző jutott. Tehát ez is megvan, hogy aztán perevon? Ez a Kevin lenyilatkozta a kanadai tévének, hogy ez olyan érzés, hogy meghívsz minket a házadba, és kiraksz a garázsba. Jó, de hát ha nincs több, akkor nincs több, valahogy meg kellett oldani. Gondolom én a MVM Dome-ban sincsen 18 öltöző, hogy minden csapatnak ott lehessen biztosítani. Azért egy hoki öltöző az nagyobb, mint egy teke öltöző, vagy bármi. Kamperében igazából tök jó volt, mert befoglaltuk az osztrák részét is, úgyhogy nekünk jó volt az öltöző. Mi elfértünk. Ők, hogy lesz, ne kérdezz, de mi tök jól elfért. Kire? Legalább ott nyertünk. Nem, jó ez így. Azt hiszem, hogy millió kérdésünk lenne még, akár a női jégkoronggal, akár a férfi válogatottal kapcsolatban, de mivel mondtad, hogy
törlöd az információkat, és csak arra fókuszálsz, ami következik. A Sárközi emléktornára egy héten belül lesz, úgyhogy neked jó munkát kívánunk ehhez, és sok sikert a csapatnak, neked is. És még egy személyes kérdést engedj meg a végére. Szerintem így gondolatban nevezzünk vissza Szilágyi Levente női jégkorongedzőhöz. Mivel lennél elégedett, ha mondjuk 3 év múlva beszélgetnénk? Német bajnok? Német bajnok, 3-szoros. Ne súgjál! Ne! Ja, 3-szoros német bajnok. Jó, hát végül is magasra kell rakni a lécet. Nem, hát nyilván szeretném, ha megnyernénk a német bajnokságot ebbe az időszakba. Egy jó kis olimpia. Rosszul van föltéve a kérdés. Úgy kéne, hogy inkább egy olimpiai szereplés, vagy 3-szoros német bajnok. Hát egyértelműen olimpiai szereplés, de nyilván én így közvetve segítem a válogatottat azzal, hogy felkészítem a lányokat, de én ugye a férfi szakágnál vagyok, tehát hogy az, hogy most az olimpia, nem olimpia, az ilyen szempont volt, tehát én harcolok értük, de az engem nem valószínű, hogy éri. De ahhoz a 3 német bajnoki címe járulsz hozzá. Hát egyen mindenképpen. Úgyhogy nehéz kérdés, de nyilván szeretnék minél sikeresebb lenni ezzel a csapattal, minél több játékost fölfejleszteni erre a szintre, és minél jobb programot csinálni, ami segíti a nőjókit. Úgyhogy ezzel már, hogyha ez megvalósulna, és mondjuk tényleg lenne egy olyan rendszer, ami olyan szinten behozza már játékosokat, hogy már nem nekünk kell keresgélni, hanem tényleg már sorba állnak ahhoz, hogy legyen, és igazi versenyhelyzet legyen, azzal már gondolom, hogy amit kitűztem magamnak célt, azt már értem. Kitartást és jó egészséget kívánunk ehhez. Köszi. És nem tudom, mi mást kívánhatnánk. Tényleg sérülésmentes szezont mindenkinek. Egy bajnoki címet. Bajnoki címet a végén. Szilágyi Leventével, a Hoki Klub Budapest női jégkorong csapatának vezetőedzőjével, a magyar válogatott csapatvezetőjével beszélgettünk a mai kétvonalas lesben. Remélem, ti élveztétek, mi nagyon. Köszönjük szépen, Levente, a beszélgetést, és mindenki másnak a megtisztelő figyelmet. Sziasztok! Hajrá, csajok!